szeretettel köszöntöm a megjelenteket, barátaimat, ismerősöket és kedves új barátaimat. Én az érelmeszesedés elleni immunizálás lehetőségéről szeretnék beszélni. Az érelmeszesedés, vagy egy kicsit tágabb megjelöléssel keringési betegségek, ma korunk pestise, vagy még annál is veszélyesebb betegsége, hiszen a lakosságnak több, mint a felét, egyesek szerint a kétharmadánál is nagyobb arányba érinti, és ezek közé tartoznak azok, akik leesnek a kerékpárról, összeesnek a futballpályán, vagy más sportolás közben is meghalnak, már nem is a mentő, hanem a fekete kocsi jön értük, de azok is, akik akár szív, akár agyinfarktus következtében évtizedeken keresztül kínlódva jutnak el oda, a társaik, a társadalom támogatásával, hogy hosszú éveken keresztül mások hát segítségére szorulva testi, lelki nyomorúttá alakulva élik az életüket. Na most ennek a betegségnek eddig nagyon sokféle magyarázata volt. Ha megnézzük a történeti áttekintést, akkor látjuk azt, hogy már a múlt évezredben, ugye már mi egy új évezrednek a lakói vagyunk már, polgárai vagyunk, már akkor felismerték, hogy ennek nagyon fontos kapcsolata van a koleszterinnel. Sőt, a múlt század közepén magyar kutatók már arra is rádöbbentek, hogy ennek valami szoros kapcsolata van az immunitással, a szervezetnek a védekező képességével. De egy-két kísérletük sikeres volt, egy-két kísérletük sikertelen volt, aztán jött egy nagy erő, a tápanyag, a táplálék, hát maffia. Azt mondta, nem. Ennek semmi jelentősége nincs, de annak van igazán jelentősége, hogy mit eszünk, mert ezek a magyarok, ezek borzasztó, hogy megeszik a tojást, megeszik a sonkát, meg a szalonnát. Hát mennyi koleszterin van benne, és ez a táplálékkal felvett koleszterin, ez az oka ennek a betegségnek, mondták ők, és ezt olyan szintre vitték világviszonylatba, hogy Amerikában én az ott tartózkodásom egy esztendőt kutattam ott a CDC-ben egész más témakörben, át kellett élnem azt, hogy kiöntötték a kacsazsírt. Nem ették meg a pulykacombot, mert abban sok a koleszterin. Csak a fehér húsát, mert abban kevés van. De minden egyes sejtben, minden egyes állati sejtben, emberibe is van koleszterin. Koleszterinmentes sejt nincs. Ha van, akkor egy nagyon nyomorúságos. No, tehát a Jánko és a Gerő professzorok már arra felfigyeltek. 1980 előtt, tehát ez járt, hogy a táplálék koleszterinje az ok. 1980-ban már kiderült, hogy ez egy érdek elmélet, és 1980-tól azt mondták, hogy nem ez, hanem egy fertőzés, egy klamídia fertőzés. Aki nincs otthon a klamídiák területén, mert szép neve van, mint a begónia, úgy hangzik, de ez egy nagyon csúnya dög. Ez sejten belül él, mint a vírusok. Úgy is írták rá először őket, nagyon csúnyában, miább galanella, mint a valami másra gondol az ember. Aztán kiderült róla, hogy DNS-ük van, RNS-ük van, és ezen az alapon átcsoportosította őket, nem vírusok, hanem baktériumok, szerencsére, hiszen így érzékenyek az antibiotikumokra is, és tehát lehet gyógyítani. Igen, ám, de ennek a gyógyításnak a következtében nem tudtak semmi eredményt elérni. Annak ellenére, hogy 20 éven keresztül, 1980-tól 2000-ig dollár százmilliókat költöttek a világon arra, hogy ezzel a mikrobával szemben valamit tudjunk tenni. Én egy egész esztendőt áldoztam arra, hogy a klamídia kutatásból valami olyat hozzunk ki, hogy immunológiailag tudjunk ellenük harcolni, hiszen ismeretes, hogy eddig semmilyen gyógyszerrel nem értünk el eredményt a betegség leküzdésében. Egy ember gyógyításában igen, nagyon kiválóak az antibiotikumok, sőt a kemoterápiatikumok is kiválóak, de az egész betegséget kiirtani ilyen nem sikerült. Egy példa rá,
1980-ban a dicsőséges Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságára kellő tisztelettel meg kell hallani, hozott egy határozatot, hogy 2000-re a Szovjetunióból el kell tüntetni a szifiliszt. Miért? Mert annyi antibiotikum van, hogy bőségesen jut mindenkire, és a szifiliszt antibiotikummal lehet kezelni, mondták. 2000-ben Szevillában volt egy venerológus világkongresszus, ahol egy orosz kollega bemutatta, hogy a Szovjetunióban hogyan változik a szifiliszes fertőzések száma, és ott egy olyan diagramot láttunk, amelyiken az értékeknek a fölfelé kuszása azt mutatta, hogy 2005-ben a Szovjetunióban minden negyedik ember szifiliszes lesz. Ugye azt a Szovjetunió nem érte meg, reméljük a negyedeket se érte meg a szifilisszel, de egy jó példája annak, hogy semmit nem tudtunk elérni. Ezzel szemben, ahol tudtunk, immunológiai módszerrel fölépni, fekete himlő, gyermekparalízis, diftéria, himlő. Ugye ezeknél le tudtuk küzdeni a fekete himlőt olyan mértékben, hogy ma már nem is oltanak ellene. Félő, hogy a mostani fiatalok, akik nem kapták meg, hogyha ez föllángolna valahol, elő tudna jönni, akkor nagy baj lenne már, akkor a világon mindenkinek azon kéne dolgozni, hogy mindenki megkapja az ellene való immunizálás lehetőségét, mert akkor újból alatta, mint olyan a 19. században megtette, Kínában nem is anyakönyvezték azt a gyereket, aki nem esett át a fekete himlőn. Mondván, hát ott se érdemes, mert majd elviszi. Ha nem viszi el, megmarad, akkor már lehet beegyezni valahova. No, a történeti formában menjünk tovább. 2000-ben König professzor megilletőt, kimondjuk a nevét, kimondta, hogy azt már tudom, hogy nem a klamídiák okozzák az érelmeszesedést, de hogy mi, azt nem tudom. Ezért kitárt karokkal kell fogadni minden olyan kutatást, amelyik az érelmeszesedés valami valódi okát tudja magyarázni, nem is beszélve arról, hogyha a megoldást, az ellene való küzdelmet tudja hozni, ekkor mondtam én a munkatársnak, itt az időm, gyerünk el és közre kapcsolni. Tehát kimondták, de akkor jött megint egy nagy-nagy-nagy erő, amelyik azt mondta, hogy hát statisztikailag kimutatható, hogy az élelmeszesedés oka magas koleszterin szint, 80%-os korreláció van, tehát nek magas a koleszterin szintje, élelmeszesedése van. Egy baj volt csak. Ott volt a 20%, hogy volt, akinek alacsony volt a koleszterin szintje, volt élelmeszesedése és infarktusa is, másoknak pedig magas volt a koleszterin szintje, és mégse volt. Tehát már mikor indult, akkor is volt benne valami kis csavar, hogy ez nem egészen pontos. Azóta tudjuk már, hogy ennek semmi köze nincs hozzá. Néhány száz évvel ezelőtt ugyan még nem korrelációt számítottak, nem statisztikailag értékeltek, de akkor már mondták, hogy azért van világos, mert feljön a nap. És ez 100%-osan korrelál. Hogy jön fel a nap, úgy növekszik a fény, növekszik a világosság. Erre én azt mondom, hogy nem, semmi köze nincs a nap följövetelének a világossághoz. Na ne botránkozzanak meg, úgy, mint ezelőtt néhány száz évvel, amikor még Máriára vitték az embereket, amikor ezt mondták, hogy nem azért van világos, mert följön a nap, hiszen látjuk, jön a nap és világos van. És volt valaki azt mondta, hogy nem, a nap ott áll egy helyen, a föld fordul el. Ma már azt hiszem, nem köveznek meg érte, hogy én ezt megismétlem. Hát ugyanez a helyzet, a magas koleszterin szint is együtt jár az érelmeszesedéssel, de nem oka, hanem vele járja. Ugyanúgy, mint a fény megjelenése együtt jár azzal a látszattal, hogy fölgyölt a nap. Annak egy nap ott áll egy helyben, a föld fordul el. És itt is nem a magas koleszterin szint, hanem a koleszterin csere felborulása az oka. És ha felborul a koleszterinek csere, akkor természetesen a szervezet nem tudja felhasználni a koleszterint, és emelkedik a koleszterinnek a szintje. Mi bizonyítottuk. Bizonyítottuk, hogyha felborul a koleszterinek csere, kialakul az érelmeszesedés. Ez kísérleti állatokon lehetett bizonyítani. Ma már túl vagyunk ezen, most már emberen is tudjuk bizonyítani ezt, hogy nem csak kialakul az érelmeszesedés, hanem hogyha helyre tudjuk állítani, akkor vissza is fejlődik. Tehát nem igaz az, hogy nem lehet visszafejleszteni, és egy másik bizonyítékot is hoztak, hogy azzal, hogyha lecsökkentik a koleszterin szintet, mondják,
akkor pedig nem tűnik el az érelmeszesedés. Legfeljebb elhúzzák az idejét, hogy lassabban fokozódik a hatása, a tüneteknek a mértéke nem lesz olyan gyorsan kifejlődő. Ehhez megint hozzáteszek egyet, hogy az előbb remélem nem botránkoztattam meg senkit, hogy nem azért van világos, mert feljön a nap, hogy a koleszterin szintet nem lehet csökkenteni. Tudom, sokan ülnek itt, vannak néhányan, akik, hát ha megint mit mond itt nekünk, hogy ne lehetném, beszedtem a gyógyszert és csökkent a koleszterin szintem. Még ismétlem, nem véletlen szóltam mellé, hogy a koleszterin szintet nem lehet csökkenteni, de a koleszterint előállító enzimeket, azokat meg lehet mérgezni, hogy ne dolgozzatok. Ez olyan, mintha egy pétüzletbe sok a kenyér nem viszik el, mert mondjuk nem tudnak átjárni a folyó másik oldalról leszakadt a híd, egyre több és több lesz a száraz kenyér, megy a raktárba, hát ebből nem lesz haszon, két megoldás van. Helyre kell állítani a fogyasztóknak a megjelenését, hogy vigyék, használják már jól az a kenyér, vagy pedig, hogy ne szenvedjen kárt az üzlet, a biznisz, hátra menni a sütődébe, ahol 5 pék gyúrja és süti a kenyeret olyan szorgalmasan, mint korábban, nagy kalapáccsal, közülük 3-nak a fejére csapni, agyonverni őket, már csak 2-en sütnek, az a 2 azért elfogy. Ne ezt csinálják most. Agyonverik a koleszterin sütő enzimeket, és ha agyonverik, hát persze, hogy kevesebb lesz a koleszterin. De a felhasználás kellene, hiszen az embereknek szüksége van a kenyérre, a testnek pedig szüksége van a koleszterinre. Nagyon sok helyen tudjuk ezt használni. Na most néhány megdöbbentő információt én elmondtam, de egy csokorba széve, lássuk, tehát a táplálékkal felvett koleszterinnek nincs hatása a szervezet élelmeszesedésére. A vérünkben nincs is koleszterin. Oldott koleszterin nincs. Erre mondhatnám, hogy miért? Hát nekem mondták, hogy jó koleszterin, rossz koleszterin van a véremben. Nincs. Egyetlen molekula sem oldódik a vérben, még abszolút alkoholban is. Csak kis mérték, nagyon kis koleszterint lehet oldani, a vérünknek az alapja pedig nem alkohol, bár sokan szeretnék ezt fokozni, de nem lehet oldani alkoholba. A vérünkben nem lehet annyi alkoholt vinni, hogy ott oldódjon a koleszterin. A bent lévő anyag, amelyikben van koleszterin, az nem koleszterin csak. Nincsen jó és rossz koleszterin. Hát hogyan? Nekem odaadják, hogy jó és rossz koleszterin. Ez a jó koleszterin, ez a rossz koleszterin. Nem azt mondják. Azt mondják, ennek HDL, tehát a vágy fület, azt tudják, az high density lipoprotein. Aki tud angolul, azt tudja azt, hogy azt jelenti magas, sűrűségű zsírfehérje. A másik LDL, az pedig low density lipoprotein. Abba is van koleszterin, ebbe is van koleszterin, mégpedig mind a kettőben ugyanolyan koleszterin van. A koleszterinjében semmi különbség nincsen. Tehát nincs jó és rossz koleszterin, van koleszterin, meg nem koleszterin. A szerkezet, hogyan beépül ebbe a lipoproteinbe, abban van különbség, majd erre visszatérünk, és egyszerűen ezt megérteni. Az ereg falára nem rakódik a koleszterin. Ez a másik ilyen megadás, hogy hú, most mi lesz, hogyha most beavatkoznak, immunizálnak, és akkor az ereg faláról leválnak a plakkok. Az ereg falán nincsenek plakkok. Falában vannak daganatok, és ezeket hívják plaknak, de ez nem rárakódás. Ez olyan, mintha valaki kap egy nagy fülest és földagad, nem megyünk oda vicskával lefaradni, hogy olyan legyen, mint tegnap volt, hanem megvárjuk, míg szépen leapad az onnan, de a szervezet földolgozza, és ha föl tudja dolgozni, akkor egy hét múlva már újból olyan lesz, mint volt, ha pedig odásunk bicskával és lefaradjuk, és olyat akarunk bele szobrázkodni, mint tegnap volt, akkor abból nem lesz ugyancsak tisztességes megoldás, hosszú távon. Az élelmeszerés ugye nem a magas koleszterin szint, a napról már az előbb beszéltem, a koleszterin nem káros, de a szervezet legfontosabb anyaga, majd erre még visszatérünk, és egyénenként eltérő a koleszterin szint. Ilyen nincs, hogy mindenki egyformán 6,5, mint néhány évtizedet, mint mondtuk, vagy néhány évvel ezelőtt hirdettük, ma pedig az még 5,2. Egyes laborok már áttáltak, hogy 4,8. Hát nincs magas ember. Ha belül egy 2 méter 20 centis ember, akkor ránézünk, hogy magas ember. Na de ő, nem mondja magára azt magas ember, azt mondja, hogy ez a normális. Én vagyok a normális. Mindenkinek önmaga a normális. Tehát önmagunkhoz mérünk mindent, és aki
Két méteres az két méteres, de a 140 centire nőtt embernek mindenki magas ember, talán még engem is magasnak nézne. Na de az nem igaz, hogyha azt a két méteres embert azt mondjuk, mert Magyarországon a férfiak átlag magassága 175 cm, 175 cm-nél el akarjuk vágni, hogy belemenne. Vagy tegyük egy prés alá, megnyomjuk, hogy 175 legyen, mert ez a normális. Hát most ezt csináljuk a koleszterinnel, vissza kell nyomni oda 5,2-re. És akinek 4,8, az aztán már ugyancsak rendben van. Holott én láttam már olyat is, hogy valakinek 4,8 volt a koleszterin szintje, és jó erős szklerotizáció volt. Tehát a szervezetben a koleszterint a saját szervezetünk állítja elő, nem pedig a táplálékkal veszük föl. Egy 5%-ot befolyásolni tudunk a táplálékkal. Ennek azért jelentősége van, mert a kísérleti állatoknál, amikor azokat megetetjük koleszterinnel, méghozzá olyan mennyiségű koleszterin, mintha naponta egy ember 200 tojást tenne meg. Föl szoktam tenni a kérdést mindig, hogy van-e valaki, aki vállalna ezt egy nap is, hogy 200 tojást megeszik? Nincs a hallgatóság előtt ilyen? Nincsen. Ezek a szerencsétlen állatok pedig, hogy kialakítsuk náluk az élelmeszesedést, 19 héten keresztül minden nap 200 tojásnak megfelelő, testsúlyuknak megfelelő koleszterint kaptak természetesen. Ki is alakult az élelmeszesedés, ezen tudtuk mérni az immunizálásnak a hatását, megelőzni, illetve meggátolni az élelmeszesedés kialakulását, vagy ha kialakult, akkor a visszafejlesztését is el tudtuk érni. Na most a koleszterinről bár már régóta ismerjük, és nagyon sok hát elismerést kaptak azok a kutatók, akik vele foglalkoztak, több mint 10 Nobel-díjat kiadtak a koleszterinnel való kutatásért, de még ma is hát ilyen problémák vannak, amiket az előbb itt elmondtam. Vízbe oldhatatlan, emészhetetlen, a sejtmembrán építő, receptor stabilizáló, antigénné tehető, élőanyag, előanyag. Mit jelent ez? Az, hogy a koleszterint használja fel a szervezet bizonyos anyagoknak az előállítására, olyan, mint a vas. Abból készül a vasúti sín, abból készül az öntött vas, de kell ahhoz, hogy a legfinomabb hát zsiretpenge, vagy még annál is finomabb rozsdamentes acélt elő tudjuk állítani. Tehát ha nincsen vas, akkor ezeket nem lehet előállítani, ilyen a koleszterin is. Van, mikor felhasználja a szervezet a koleszterint, van, mikor előanyagként egy picit rárak, lebontani nem tudja, de rárakni tud, a gyémántot se tudjuk megkarcolni, de ha picit rárakunk egy kis aranyat ide-oda, már is lesz be egy szép kis nyaklánc, ék, vagy egy fülbevaló, esetleg a még nagyobb a gyémánt, egy korona is lehet egy-egy embernek a világon. No, ha valaki akar, ennek utána nézhet itt a megadott publikációs helyen az információ származik. A koleszterinre csak, hogy rápillancsunk, lehet látni a koleszterinnek a szerkezeti képletét és a acetátból való kiindulását. Na itt lehet látni ezt a szkvalint, már eleve össze van hajtva ez a hosszú lánc, úgy, mintha hasonlítana a koleszterinre. És azokat az enzimeket, amik ezt össze tudják kötni, és valóban elő tudják a szkvalinből állítani a koleszterint, azokat ölik meg, azokkal a gyógyszereknek nevezett bérgekkel, amiket ma erre a célra használunk és hasznosítunk. Ha megnézzük egy más oldalról a koleszterint, akkor látszik, hogy ez nem egészen olyan kis sima dolog, hanem ilyen kis bicskök van. Ezek a bicskök hogyan állnak ebből, mivel 8 helyen lehet változtatni rajta, a 2/8-on 256 féle koleszterint lehet előállítani. Mindegyik koleszterin, ugyan, mint a Rubik kocka, és hiába csavarok rajta jobbra-balra, az mindig Rubik kocka lesz, de az oldalában a színek mások lesznek, és immunológiailag ugyanígy a koleszterin is kicsit változik, de immunológiailag egészen más jelent a szervezet számára. Van, amelyik közömbös, van, amelyik antigén, ellenök termelést indukál, és van olyan, amelyik anafilaktogén. Ha bevisszük a szervezetbe, pár percen belül sima izom görcsöt kivágva elpusztítja a szervezetet, ahol bevittük. Na, ilyet tudtak az amerikaiak előállítani, hosszú-hosszú kutatás után és sok százmillió dollárt ráköltve, amelyik egeretni patkányoknál előállította az antitesteket, de már arra nem volt képes, hogy magasabb rendű szervezetben, ők mondták, az emberhez közel álló szervezetben is elanyagot termeljen,
Hát választani kellett, hogy a patkány meg az ember között keressenek egy közbeső állatot, bár egyesek szerint a patkány is elég jól hasonlít egyik másik emberre, de nekik olyan kellett, amelyik hát már közelebb áll az emberhez, hát melyik ez. Ők a disznót választották, mert azt mondják, a disznó az már egy horizontális ember, annyira hasonlít a szervezete rá. Persze mások ezt is tagadják, azt mondják, nem a disznó a horizontális ember, hanem az ember a vertikális disznó. No, tehát ez a koleszterin anyagcseréjével, ha biztosan rendben van, akkor semmibe is. Mit is értünk ezen a koleszterin anyagcserén? Hát nézzük meg először azt, hogy honnan származik, mi a forrása. Ugye régen azt hitték, hogy a táplálékból származik. Ma tudjuk, hogy nem, hanem endogén koleszterin. Azt jelenti, hogy a saját szeretünk állítja elő. Ez a 90, de van, aki csak növényi táplálékot fogyaszt, annál 100%-ot saját szervezete állítja elő. Én meg szoktam említeni még az újrahasznosítást, mert ha igaz az, hogy minden egyes sejtünk tartalmaz koleszterint, akkor a belül elpusztuló sejtek, hiszen folyamatosan cserélődnek a sejtjeink, senkiben nincsen 120 napnál idősebb vörösvérsejt. Folyamatosan halnak és folyamatosan születnek. Akinek a születés elmarad, ott hát probléma van, mert akkor leesik a vörösvérsejt szám. De ismerünk olyan szituációt itt, ahol az elhalás marad és a születés megmarad, ott pedig annyira felugrik a sejtszám, hogy azzal van baj. No, tehát innen származik a koleszterin, és mire használja fel? Mindenek előtt epesavat készít, erre használ fel a szervezet legtöbbet. Nagyon fontos az epesav, a zsírok emésztésénél nélkülözhetetlen, de nagyon fontos védő szerepe is van, hiszen a szervezetbe kerülő baktériumokat elöli. Ami át tudott jutni mondjuk saváló baktériuma gyomor savon át, eljut a bélbe, ott aztán az epe elintézi azt, még a vírusok nagy részét is. Aztán a nemi hormon is ebből készül. Tehát tudjuk mi azt, hogy őseinknek mindenkinek fölfelé rendben volt a koleszterin anyagcsere, mert nem ülnénk itt, ha nem lehet volna nemi hormonjuk. A receptor stabilizációra talán kitérjünk, ha nem mindenki orvos, az azt jelenti, hogy az idegsejteknek a nyúlványa, amikor egymással találkoznak, szóval az agyunkban az a 10-12-en számú idegsejt, az ugyancsak hát a szervezetben hálót képez, és ezek, ahogy egymással találkoznak, ahol egymással találkoznak, ott át kell adni az információt, az ingerületet, és hogyha ezt átadják, akkor rendben van. Ha nem tudják átadni, akkor baj van az idegrendszer tevékenységgel is, és ez a receptor stabilizáció biztosítja a gondolkodásunkat. De egyáltalán az, hogy az idegrendszerünk tudja irányítani a szervezetünket. Hogyha ezzel baj van, akkor valami idegrendszeri probléma lép fel. A membránépítésben minden egyes sejtünknek a membránjában ott van a koleszterin, és az ott lévő koleszterin biztosítja azt, hogy normálisan viselkedik a sejtünk. Nem koleszterinből áll, mint hogy a téglafal se téglából áll, kell az a malter hozzá, nem sok egy pici. Hát ez a pici, ez a koleszterin a sejtjeinknek, a membránjának az építésében. A hormonoknál még külön szeretném kiemelni a mineralkortikotróp hormont, hiszen ez a közlekedési rendőr a szervezetünkbe, ez irányítja az ásványokat a csontokba. Ha hiba van belőle, akkor jön a csontritkulásnak nevezett betegség. Na, a koleszterinről említettük, hogy nagy molekül, és már láttuk is a képet, 250 szérükésizmér, és nem 250, hanem kétszer 250 van, már királis a vegyület, tükörvegyülete is van, tehát 512 féle koleszterin van, és ezek hát biztosítják azt, hogy sokféle koleszterint elő lehet állítani, és hogyha ezt egy vegyész megnéző, mint koleszterin. Immunológiailag lehet külön válogatni őket. A vérben lévő koleszterin lipoprotein formájába fordul elő, az előbb már említettük, hogy a legfontosabb ezek közül a HDL és LDL, de az összes többi is csak úgy tud közlekedni, hogyha kap egy mankót, egy protein mankót. A magas koleszterin szint pedig nem oka az élelmeszesedésnek, hanem, mint említettem, vele járója, akkor, ha fölborul a koleszterin anyagcsere. És a szervezet önmaga szintetizálja. Na, egy képet arról, hogy a
HDL és LDL közti különbséget megértjük. A HDL-nek a koleszterinjei bele vannak foglalva egy fehérjébe, a felületén fehérjét tartalmazó részecskébe, szemben az LDL-lel, ahol a felületén de sündisznó tüskéi állnak a koleszterin molekulák, és hogyha ezeket egy antikoleszterintes molekula mindegyiket betakarja, akkor ennek is lesz egy fehérje grupa, és ezt a fehérje grupot már a szervezet tudja hasznosítani, amíg pedig nincs ilyen burok, addig rossznak, hasznosíthatatlanak nevezhetjük, hiszen jönnek a fagociták, egy másik immunológiai oldal, fölfalja őket, leemész mindent, a koleszterin viszont emészhetetlen, de ha tele van a begyük, a pocakjuk, az emésztőregyük, akkor szépen kivonulnak meghalni az érfalon kívül, és először létrejön a habossejtrétek, ha már nem tud átmenni, az érfalba hal meg, ott is lebomlik minden, az enzimek mindent lebontanak, a koleszterint nem, és ezt fölfalják az érfalnak a sima izom sejtjei, ezek egyre többen lesznek ilyen nagy pocakos sejtek, elvesztik a rugalmasságukat, és befelé domborodnak, elzárják az ereknek a falát, illetve az átteresztő képességét. Miért borul föl tehát a koleszterin nyakcsere? Mert csökken az antikoleszterin antitest termelése, tehát az antikoleszterin antitest termelés csökken, tehát ha egy ellenanyag termelés csökken, akkor ez egy immunológiai probléma. Na most, hogyha már ezt ismerjük, akkor fussunk végig, akkor hogyan is játszódik le az élelmeszesedés? Nem hasznosul a koleszterin, mert kevés az antikoleszterin antitest. Az LDL-ből immunkomplex képződik, a falósejtek kihordják őket, amikor már nem tudják kivinni, akkor az érfalban halnak meg. Koleszterin raktárok jönnek létre, ezek a raktárok a plakkok. A táplálék és a koleszterincsel összefüggésről már beszéltem az előbb, hogy 5%-ot hát tesz ki az, amit a táplálékkor veszünk föl, de ha tömjük vele az állatokat, az 5%-ot föl lehet pumpálni, és bizony kialakul az érelmeszesedés náluk is. Tehát az a napi 200 tojás. Na most miért nincsen antikoleszterin antitest? Azért, mert a szervezetünket kitesszük a stressznek, a mozgáshiányos életmódnak. A mozgáshiányos életmód ugye abból adódik, hogy mi nem úgy élünk, ahogy kellene, ahogy éltek őseink, amire a szervezetünk évszázadokban, nyugodtan milliót is merek most már mondani, hiszen már tudjuk azt, hogy nem igaz az, amit mondtak, hogy az utolsó 10 évben alakult ki az emberiség a mostani formájából, gondolnak csak a Balkán piramisaira. És ugye akkor, hogyha az ember nem mozgott naponta 12 órát, akkor nem volt hús, mert futni kellett a nyúl után, hogy megfogja. Ha pedig nem futott a farkasára, akkor öltették meg. Tehát állandó mozgásba kellett lenni. És ma ugye itt van a dohányzás. Nem tudok eléggé beszélni ellene, hiszen szívjuk be a tömény mérget, és a többi méreg, ami a permettel, meg egyéb hát hatásokkal a szervezetünkbe kerül. Sőt, ma már a füstölt húst se füstölik úgy, mint régen, hanem füst aromával kezelik. Aztán a fertőzés, az endotoxin, a baktériumok, amik a szervezetünkbe elszaporodnak. És különösen veszélyesek azok a baktériumok, amik a fogainkat is kifúrják, anaerob baktériumok, hiszen a sejtfalukban endotoxin van, és az endotoxin egyik nagyon erős méreg, amit a szervezetünkbe a epesebb méreg telenít. Na de azt mondtuk, az epesebb is koleszterinből van, tehát már ki is alakult a kígyó, amelyik a farkába harap, nincs epesebb, nincs méregnagyítés, még gyorsabban fejlődik ki a szervezetbe ez a kedvezőtlen hatás. Na néhány képet szeretnék bemutatni, emberből készült menzetek ezek. Azért végeztük el ezeket, mert nem tudtam megmagyarázni azt, hogy hogy lehet az valakit kezelünk és meggyógyul a cukorbetegsége is. Ezek cukorbetegekből vannak, és nézzék meg, hogy beszükült az az ér, amelyik ellátja a hasnyálmirigyet vérrel, és ha nem kapnak a Langerhans-szigetek táplálékot, sztrájkolnak, nincs inzulin termelés. Nem minden esetben ez az oka. Ezért van az, hogy körülbelül 25-50%-ában a cukorbetegeknek nagyon jó hatása van a kezelésnek. Addig a vírusolt, meg méregölt, meg sugárzás, vagy egyéb más hatást pusztított, mint Langerhans-sziget sejtet a hasnyálmirigyében, azoknál ennek semmilyen hatása nincsen. Na nézzük akkor ezeket a szövetleni képeket. Ha megnézzük, az eredeti keresztmetszet ez volt, és itt van ez a plak. Nincs rárakódás, hanem az érnek a fala folyódott föl, és ilyen habos lett. Még néhány képet róla, itt is lehet látni a keresztmetszet, hogy egy harmadára szűkült, még egy kép.
Talán ezen a képen lehet legjobban látni, hogy szinte habos ez az egész érfal, amelyik így megvastagodott, és persze az átteresztő képesség nagyon lecsökkent. Még egy kép. Olyan is előfordul, hogy ebben a daganatban kis erek alakulnak ki, természetesen ezek aztán könnyen megszakadnak, megpattannak, és a trombózis kialakulásának a veszélyét hordozzák. Hogyan küzdhető le egy immunológiai betegség? Immunológiai módszerrel. És ehhez az immunológiai módszerhez megvan nekünk az antigénünk, a vakcinánk, amivel Magyarországon gyártott vakcinában már 38 országból megjelent pácienseken elvégezhették mindenki önmagán az immunizálást. Tehát mindenki csak önmagát oltatja, mert nincs engedély, hiába van több mint 1000 ember beoltva már, nincs engedély, mindenki magát oltja. Ugye tudják azt, hogy manipulátort lehet használni, valaki vért akar venni, gombostű manipulátort használ, egy csepp vér, cukor, koleszterin meghatároláshoz elég. Vannak nagyobb manipulátorok, lehet velük vért venni. Vannak még nagyobb manipulátorok, amelyikkel vért is lehet venni, injekciót is lehet adni. Ezek rendszerint ma olyan nagyok, hogy szoknyába vagy nadrágba járnak. Tehát sikerrel próbáltuk ki ezt a magyar vakcinát, szembe az amerikaival, amelyik alacsonyabb rendeletnál dolgozott, de már disznóknál se, és emberi meg sem merték próbálni. De ezek eljöttek, hogy csinálod? Megmagyaráztam, hogy nagyon egyszerű ennek a csinálása. 3-4-kor elmennek a munkatársaim, belülről becsukom az ajtót, bevonulok a sterilszobába, annak is becsukom az ajtót, és ott csinálom. És hogyan? Mondom, hát így. Most ez a Jab for Health azt jelenti, hogy szúrás az egészségén, ez az antigén, ez Magyarországon készült eddig még a világon, megjöttek érte keletről és nyugatról is, a legkisebb, legnagyobb országok, megjött érte Kína, Amerika, svájciak is itt vannak, néha hetenként jönnek többes számba, és de tárgyaltunk angolokkal, franciákkal, sőt, Dél-Amerikából is, Dél-Afrikai Unióból is jöttek képviselők, hogy kéne nekik, mondtam, nem eladó. A kész antigént elvihetik, Magyarországon gyártjuk és felhasználhatják, ha van rá engedélyük, de addig mindenki csak magát oltatja, persze manipulátorral, aki nem tud rendesen oltani még. Tehát az antikoleszteroli testről a 80-as években fedeztük föl, amikor megtaláltuk Magyarországon, akkor a bűn volt, majdnem kirúgtak, talán ki is rúgott volna az igazgató, hogyha nem kandidátus lett volna, én meg már akkor doktor voltam, tehát az asszisztenciámat elvehette, nem tudja milyen jót tett vele, mert később, mikor a visszamaradt néhány asszisztens, akinek nem volt ideje ezzel foglalkozni, kutatással, jöttek velük, hogy csináljátok, nem tudjuk, a főnök bemegy a sterilszobába, mit csinálod, nem tudjuk. Na ez is. Ugye minden kár haszonnal jár. Most ennek az antitestnek a vizsgálata kiderítette azt, hogy IgA, IgM, IgG és még IgE típusú antitest formában is megjelenhet egyes esetekben, hogyha vannak itt szakemberek, ez nekik szól ez a megjegyzés. Tehát az antigén tulajdonsága, na egy dolgot hadd említsek meg, hogy hőérzékeny immunglobulin, ezzel lett az oka annak, hogy sokáig nem tudtunk róla, hogy létezik, hiszen a vizsgálattát először mindig inaktiváltuk az anyagot. Az antikoleszterin termelés fokozható tehát az általunk előadott antigénnel, és erről mi angol nyelvi publikációt is tettünk a Medical Science Monitorba. A lényeg az, hogy a LDL-HDL aterogén hányados értékét kedvező irányba eltolja, és ennek köszönhető. Most ha megnézzük a gyógyítási módok, ugye régen azt mondtuk, hogy be kell venni a gyantát, ami a táplálékkal fölvett koleszterint, hát nehogy hát engedje fölvenni, semmi hatása nem volt. Aztán jön az a mai állapot, amikor egy statin tartalmú anyagot, az endogén koleszterin termelését gátolják, ölik az enzimet, és nem termelődik koleszterin. Igen, ám ennek a hatására kevesebb betegség lesz, kevesebb nemi hormon lesz. Olyan is előfordul, hogy valakinek annyira csökkentették a nemi hormon termelését, hogy otthon a feleség, aki ugye 40-50 közötti fiatalemberrel élve, forszírozta, és végül már nem bírt, öngyilkos lett. Tehát halálesetet is okozhat ilyen formában is a koleszterin. Most a jelenleg, amit mi javasolunk, az immunizálás. Az immunizálás hatására ugye a HDL-LDL arány tolódik el, és újra hasznosítja még azt a koleszterint is, amik az elhaló sejtekből felszabadul a szervezetbe, mert előbb említettem, nem tudja lebontani a szervezet. Ha van bőven antitestet, az antitestet, ez
újrahasznosítani tudja. És ennek a hatására persze, mint minden gyógyszernek, minden beavatkozásnak van mellékhatása, itt is van egy nagyon súlyos side effect mellékhatás, vakság. Tehát nagyon óvatosan bánni ezzel az immunizálás lehetőséggel, mert előfordulhat a vakság. Miből adódik ez? Ugye az epesav termelésből csak jó lesz, de a nemi hormon termelésből van baj. Megemelkedik a nemi hormon termelése, megnő a nemi aktivitása valakinek, és az a növekedés olyan mértékű, hogy a szomszéd asszony is igénybe veszi, óvatlan a feleség rájön, kinyomja a szemét. Na, a membránépítéssel, ha nézzük, akkor előfordult már az, hogy valaki jött, hogy te képzeld, valaki megállított, hogy mi az kozmetikushoz jársz, nem a feleséged, te is oda jársz. Annyit változott a bőre, most ez a membránépítése volt, és olyat is találtuk, hogy a mineralokortikotrop hormonnak a termelésnek a helyreállításával az osztoporózis, tehát a csontritkulása is rendeződött. Tehát fokozza a koleszterin felhasználást ez a beavatkozás, a keringés javít, és ezen keresztül hát a szervezetnek a kedvező hatási tulajdonságai ugranak ki. Említettem, hogy a nemi hormon termelést is fokozza, megnéztük, hogy hogyan hat ez a megtermékenyítésre, megtermékenyülésre, és azt találtuk, hogy a kísérleti állatoknál ugyanolyan magas koleszterin szint mellett, ha immunizáltuk, többszörösére emelkedett a megtermékenyült petéknek a száma. Emberen végzett vizsgálattal, párhuzamos vizsgálattal nagyon érdekes méréseket lehet kimutatni. Ha megnéztük ezeket, azt találtuk, hogy az egészséges csoportban, az körülbelül, hogyha kifut itt, kb. 60 volt az átlag értéke. A szklerotikus csoportban, a sztrókosok csoportjában pedig 15. Tehát a negyed részére csökken le az antitest. De egyúttal arra is fölhívja a figyelmet, hogy hihetetlen nagy szórás van. Én említettem, hogy a koleszterinben is óriási különbségek vannak, mint az ember magasságában. Itt is. Tehát ha valakinél meghatározok az antikoleszterintestnek a titerét, ahogy mondjuk a mennyiséget, az nem mond semmit. Önmagához viszonyítva csökkent vagy emelkedett. És ha majd eljutunk oda, hogy egyszer tudjuk mérni az immunizálás következtében emelkedik az antitestnek a mennyisége, meg tudjuk mondani azt, hogy körülbelül meddig kellene eljutni ahhoz, hogy valóban legyen hatása, és az a szervezet, amelyik nem képes válaszolni, ott nincs is hatása, nem is lehet, hiszen az antitest hat, és nem pedig maga a vakcina. Összefoglalva az elmondottakat, minden embernek a vére tartalmaz antikoleszterin testet, és ez az antitest, ha vizsgáljuk, csak azokhoz a lipoprotein féleségekhez kötődik, aminek a felületén helyezkedik el a koleszterin, amelyiknek a mélybe vonott nem található. Az immunizálás hatására normalizáljuk a koleszterin cserét, megelőzi, ha még nem volt, vagy ha megvan, akkor visszafejleszti, csökkenti az aterosklerózis tüneteit, építi a nyugodó sejtésnek, és alapanyagot ad, ahogy említettem az előbb, prekurzora az anyagoknak. A jövő feladata hivatalosan elismertetni ezt a vakcinát, mert egyelőre nagy az ellenállás vele szembe, hogy kinek érdeke, azt ne taglaljon mindenki, döntse el saját maga. Megoldani az oltanyag ipari előállítását Magyarországon, és immunizálni minden rászorulót először itt nálunk, aztán ha kell, akár a világ minden részébe. És ami a legfontosabb, hogy Magyarországon ez a betegség évente 15 ezer fiatalt visz el. 15 ezer embert teszünk a koporsóba. Gondolják végig, szinte mindenkinek van itt is ismerőse, biztos vagyok benne, aki 65 év alatt halt meg. A 65 év alatt lévő embereket pedig én fiatal embernek tartom. No, tehát megelőzni és visszafordítani az arteriszklerózist, leküzdeni, eltüntetni és javítani a magyar egészségügyön, mert a végig a béka fenekénél sétálunk a mi egészségügyi állapotunkkal, és ebbe első helyen áll a keringési betegségünk. És hogyha mi Magyarországon tudjuk tartani ennek a gyártását, és innen viszik el mindaz, amik rászorulnak, akkor Magyarország gazdasági helyzetén, gazdasági állapotán is nagyon sokat tudunk segíteni, hiszen, ahogy ezt egy amerikai vásárló jelezte, ezt annyira lehet alapadni, amennyiben elkerül egy szívműtét, és Amerikában az jó néhány millió forintnak megfelelő összeg. Nem eladó, megvehetik, elvihetik és használhatják. Tehát előnyhöz juttatni Magyarországot. No, megvádoltak azzal is, hogy hát
Hát milyen titokba tartjátok? Ezt nem tartjuk titokba. Kimentünk vele nemzetközi szintre is, ezért adtuk be a szabadalmaztatását ennek a vakcinának. A génőszerróka kiállításon aranyérmet kaptunk, a szabadkai kiállításon hát aranyérmet kaptunk, és a genfi találmányi világkiállításon is aranyérmet díjaztak bennünket. Úgyhogy tehát nemzetközi reputációnk is van, és többet nem is akarunk, nekünk ez elég. Sokkal fontosabb az, hogy a világ minden részéről ideérnek, és az lenne, hogy a hivatalosan elismert formában ezt Magyarországon használhatnak, és Magyarország lenne egy olyan bázis, ahova gyógyturizmus céljára jönnének az emberek. Végül pedig hadd adjam ezt mindenkinek, aki kibírta velem ezt az egy órát. Köszönöm a figyelmet!